ki a teremben, és kötel azt, hogy jött visáró. A zene meg lesz, a tánc meg lesz, és sokat nem kéne szövegeljek. Azért még annyit megkérnék, hogy mindenki mondja meg nekem előbb a asszonyokat, kérem meg. Kaszpor Zsuzsán, születtem Visánból, 44-ben, szeptemberben. És Lelente 1966, Dövesek. Még van idő. És Amália születő. Jóász Ferenc születtem 1944-ben. Köszönjük szépen. Alatkai zenekar gondolom emlékek tőlem hozzáadni. Ők szoktak muzsikálni Visára, úgyhogy nagyon jól tudják rendetni. Itt kérnek, úgyhogy rájuk bízom. Látom innen.
Akkor bal kéz megemésni vagyunk, ugye még egyszer valami meg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
akkor elcsinálták őt. Aztán fontosítás velem látszósz, akkor erre teljesen elmehetett. Igen, a végén szabályban csak a egy,
bőgatját is itt jelentem. Ha bejöttél, te beszélj. Mikor? Mikor jövünk fel mocsra, akkor jövünk? 6-án. Szürke zsinoros harisnya volt. Itt van ez. Ez már blúzzal van, de... Itt van. Az a 900-as évekből. Aha. Az az érdekes, hogy a női ingek szabása egy az egyben ugyanolyan, mint a bukovinai székely. És mutattuk majd egy a kovásznaiaknál. És volt szürke lájb is, fekete is, kék is, fekete zsinóra. Tessék, ezt adom én az együttesnek. Köszönöm szépen. A viselet. Felvásárolt. Töcegitek a múzeumnál van. Azt mondja, hogy 1902-ös Töcegitek van. És azt nem Töcegi Károlynak a lánya, vagy? Töcegi, a Töcegi Károlyal. Fél cifra és negyed cifra. És akkor ezek mind ilyen visai viseletek? A visai az egybe van a fersín. Lájbival. Válaszolatlan nem. Majd mutatok képet, de van kép lent férfi mellényről is. Hát ez volt a kicsi munka. Ezt is lehet. Hát nem, mert egy olyan... Ennek az ára így körülbelül mennyibe kerül? Hát mennyi is eszem? 40-50 ezer forint. És a másik 80 ezer a férfi. Aha. Na, ez gatya. Ki van varva az alja. Aha, ez a bőgatya. Bőgatya. És az ing ugyanígy varva, kézelős a válla. De ezt meg filmezel, hogy akkor ez viselhet. Ugyanolyan a szabása, mint az etel, akinek csak tászl is az eleje, és van olyan, amelyik szedve van az eleje. Uh-huh. És a kéze, és könyökbe varrott. És az is hátul gombolos? És könyökbe varrott. Uh-huh. A válaszúti. Pirossal, kékkel, vagy piroskékkel, vagy szürkével, vagy fehérrel. Ez a ruha színéhez megfelelő, nem. Vagy nem, hát, sem, nem volt fontos, hogy milyen színű a ruha. Vannak régiek, csak el vannak téve. Ezt most maradtam. És a gyöngy szorosan felkötve a nyakra. Uh-huh. Azért, mert ugye lent volt. Lent, a... nem látszott. És itt gumiban van alul? Ne. Nem, szedve van. És ezt kivel tetszett varratni? Ezt egy széki asszonnyal varrottam, de az Pesten él. De itt szép szedés volt rajta a ráncon, varázs. Kicsinálnám meg. Megpróbálhatná a varrót. Van modell. Most nem lehet, nem lesz pont ilyen, de ez. És itt egy ilyen rendruhát? Mondjuk Vissába, vagy aki foglalkozik vele, az mennyiért? Nem tudom, mennyiért várják most. Nem tudom. A Vissája középre nem tesznek ilyen. Csak két oldal. Két oldal. Mm-hmm. De te mi választottad? Kicsit esetleg, vagy ki se látszik. Menjünk lent, vannak képek. Azokat is nézzük meg. Tehát ez a fönti, ez a Györgyfalvi.
A másikban két felvarás van. És egy felvarásos. Az, azt hiszem, hogy listai. És ez az alsó, akkor ez honnan valósi? Ajtónyi vagy honnan? Ajtón. A győrfalvi mellényeket azokat ajtomba varták. Igen? Az egy nagyon erős közösség volt, csak vegyes volt. Túlestek Romániába, sokan elköltöztek, és még vannak 200-250. Nagyon nagy eset. Nézd meg, nem úgy van, mikor te szerint, hogy gyűngye, hanem kézzel. Monszidai folyamatot elfelejtem ottól. Jó, a lányoknak csak egy, tényleg egy kortyot a lányoknak. Adok édeset a lányoknak. Jó. Tessék, parancsolj. Kállap. Rengeteg van, vagy 300-300-húzat. Ez nagy ászus, ez a ravat arra, ahol kékkel csak megkapulni. Így gyorsan. Ezeket most vásároltam, hogy jön neki. De érdekes ez a szoknyom, hogy nem... Nem rakott. Volt, és az anyag is olyan... Hát, újabb anyag. Igen, hát ilyen bőcsinált divat volt ruhát, és én gálogott. Nehéz anyag. Hát nagyon érdekes, mert például Csíkba, ott is a szöttes mellett megvoltak a régi gyapja szoknyák, de az üzleti szövet szoknyák. A fodros szoknyák azok már régebb egyenes szabás. Uh-huh. Az újabb dolog a fodros mindenhol. Fodros minden, és nem ért. Nem, ez nem fodros, ez nem? Amire van téve fodros. Jaj, külön. Na, érdekes a pendelyeknél is. A románoknál megmaradt az egyenes szabás a pendelyeknél. A magyaroknál lokni is asszalosnak mondják. És nagyon érdekes, hogy egyes nádasmenti falvakban csak egy varás van egy oldalon, haszalos is. Azért ugye a vásznat ott varták össze. A cifra az már van 3 varásos, 5 varásos, szike meg 12 varásos is van. Egy szoknya, a 12? Egy pendelje. Pendelye. Azért, mert jártak felaggalozva is. És úgy, mint a muszújt, vagy csak úgy felcsipték. Az ott felakasztva, az kendő vagy takaró vagy mi az? Az egy, az ablakra tettem sötétnek, az kalotta szeg. Az is ki van varva? Szöttes. Szöttes? Szöttes. Igen. Igen, tehát. Ez van varva, né? Uh-huh. Szarvasos és madaras. Na itt van borzas, még párnahúzat. Itt tettem, de csak borzügyeket. Mutatok egy gyapjút, most jut eszembe, hogy van itt egy gyapjú is, amit én szültettem. Elmentem az öregasszonyhoz is. A cserge, vagy mit mondom? Cserge. Az ágyán és az asztalon ugyanilyen volt. Nem akart eladni. És akkor készültek lakodalomra, és kellett neki a pénz. El kellett volna adjanak egy borjút, és mondom, én adok kölcsön pénzt, ha megszövi nekem, és megszötte. Megvettem az anyagot. Sárgát nem használtak. Mezőségiek, gyapjúba. Az elvadítja az egészet, a románok használta.
Hát az első borzas szőttest a Pesti Múzeumnak innen vitték. De érdekes módon nekem van egy darabom Kecset kisfaluból. Egy kis takargató. Ezt nálunk is csinálják, csak nekünk anyanak van is egy pont ilyen szőttes, tehát durvább a szőttes része is mindennek. Mintásan van szőve. Igen. Az már fogdosott. Az más. Ilyen ha, ilyen, de jó, de ilyen nincs. Ilyen mindez, így ilyen borzos dolog. Nekünk nincs. Nem hiszem. A piros-feketével van. De újabb dolog biztos. Újabb. Azért mondom, mert ez itt hagyományos volt. Gyönyörű abroszok vannak. Van egy egész nagy láda tele. Csináltál egy kicsit? Na menjünk, nézzük meg a képeket benne. Általános. És csizmával. Boncidán tudok még ringingeket, csak nem adják. A lányok piros csizmával, vagy? Nem, feketes fejül, piros. Zsinoros. Inkább egy modellens, akkor valakivel megpróbáljuk, hogy kihozzuk valamelyik valamit, hogy vásároljon, hogy megcsináljuk. Sok anyagot is. Zöldet lehet, kéket. Feketét, pirossal, bordot. És ilyen anyagot, kötény meg? Lehet kapni. Há, Kolozsváron van egy üzlet a főtéren, a konzulátuson túl, benne az udvarba. Huszogat mindenféle, ilyen bordóban ugyanez az anyag. Nem, kötény. Kötény, onnan veszik. Ilyen van fehérbe is, zöldbe is, feketébe van. Is. Mindenféle. Erre megy a fekete is, erre a szoknyára, fehér is. Ilyen mit csinálok, tehát igen. Ne csináljunk rá. Lehet, vasodtok egy kis. Lehet. És akkor több nem. Az többbe kerül, biztos, hogy lerakják. És a rakott az is pont ilyen színű, vagy? Igen. Lehet kázmír szoknya is. Lehet, igaz? Mert láttam ott azon a két képen babos. Lehet kázmír szoknya is, zöld, vagy piros, vagy bordó. Apró rozsás, nem nagy rozsás. De inkább nem babos, hanem rozsás. Az ott a képen, az ott babos. Az viselő. Visel? És itt van a gombjuk. És akkor ide betűz mi? És akkor nem áll csúful elő. És szépen át lehet így húzni. Az nem látszik a kötény. Kötény. De itt áll csúful, hogyha nem húzza át. Hát felemelkedik, mert nagyon... A dupla széles két szélbe, a szimpla széles négy szélbe. Hajbél is. Így szoktak felaggalozni. Vagy úgy, mint a kaluta szegiek, így. Vagy... Innen felszúrták két oldalra. Főleg templomba úgy mentek. Így felszúrva? És mind a két oldalra? Mind a két oldalra. Nem alulról, feljebb. De még akkor hosszabb úgy. Volt, nem? Mert így kilátszott a tér, meg minden. Nem, ahogyha hosszabb. Hát a pendely az legalább egy ujnyival, kettővel legyen rövidebb, mint a szoknya. És mikor így felaggalózták, a pendely nem látszott? Dehogy nem látszott. Azért volt a bollalt a varázsuk. Kapjon a szem. Jó. És meddig leltároznak? Hát, sokáig, mert sok van. Héten is egész héten leltároztak, volt héten is. Ketten, és voltak 14-en is leltározni a néprajzi katedráról. Hát megmutatom lent, mi van. Halomban van minden. És mondjuk, hogy ha egy hónap múlva eljönnénk, hogy egy-két napra nem kapunk. Nem tudom, hogy meg lesz-e, vagy nem. Érdeklődjetek telefonon. Igen, azt kérünk egy telefonszámot, nagybácstól.
adok egy névjegyet. Névjegyet valami csak azt. De ezen, nincs vagy. Modellnek, hogy egy ruhát. Sárkodtak ki romák. Romák. Igen, eljöttek egy vagy 20-an. És közülük van vagy három ilyen, aki a börtönből szabadult nemrég. És ugye a fiatalság között nagyon összefüggés. Hát tavaly is megvertek valakit, és majd fel voltak kész, az igen is kijönnek. És itt érdekes a válasz, hogy ezek a cigányok már a 900-as években mind dolgoztak, mind kövövesek. Az asszonyok pedig a mezőgazdaságban. Boncidán van vagy 1000 cigány, ott probléma van. Ott drágábbak, orsóbbak is a házak miatt. Ezek mind dolgoznak, akik bekötöztek, azokkal van itt válaszol. Itt is az volt, ez a társaság, ez a roma társaság, ott a Sárpatak, Szent Iván, Gernyeszeg, azt a környéket szabályszerűen terrorizálják. Tehát a rendőrt megverték, ez volt most a nagy gáz, hogy szerdán feljöttek, ott mindenki ott nótázgattak, a népek nótázgattak, és egyszer nem tudom, ütött belük, meg fogtak verekedni, és megjött a helyveli rendőr, a rendőrnő. A rendőrnőt így kiemelték a körből, arrább tették, a rendőrt megverték, és így volt a tábornak a közepe. Tehát ott nagy, nagyon nagy. Mennyien voltak vajon a Szent Iván? Ebből is van egész cifra, fél cifra, negyed cifra. Na mire emlékeztet a motivum? Ki tudja megmondani? Melyesre? Ez. A hófoglalás kori palmetták és társfélemezek motivumanyaga egy az egybe ugyanez. Tiszta törökös, keleti, irányig lehet végigvezet. És ez a flóka? Hát ez is keleti indás szerkezet, törökös. Ez is. Hát vették az utazás. Körülbelül is éppen ment a mezőre takarni. Rózsa. De hát, hogy kendő van fényvédalról, elkötve menni. Igen. Ezt mondta, hogy a hőfények volt, hogy a kendő fehér, úgyse piros volt átkötve rajta. És ez vajon szüttes az a ruha? Az úgy. Hát de miért ugyanezt így elvisszük? Na az már hasonlít ahhoz, amilyen a miénk a lányé. Csak az én nem, látod, az én teljesen más. És azt mondja, hogy nagyjából a Kalutaszegiben még otthon voltunk a viseletnél, de itt aztán... És a viselnéni vajon a válaszúti ruhát tudja készíteni? Megvarja, külön csinálja a lejbit hosszabbra, megbeszélitek vele. Nem varja össze a fersinggel. Nem volt rá neki. Nem tudom, ki az egyik, de mind a kettő tász is, de az egyik lobogos, hogy ő ingel. Igen. Nézd meg a gombot, hogy ilyen fényhíté. Hát átvették a mezőt. Mintája. Hát például a kász, az kismered, hogy körösvei részek alatt, és ezt. Jaj, tréki, köri Dunarján, egy tiszta magyar dal, amit ugye tiszta tenható. Ez a legújabb típus, ebből rengeteg van még a faluban. Úgy fogjuk csinálni, hogy először elmegyünk a Visenyénihez, megbeszéljük. Na, közel van Visen. Thank you.
Csapjad össze, megvan! Megvan!